Rögzítik a személyautó kerekét ebben a nyíregyházi szervízben. A felnire már olyan abroncs került, amivel télen biztonságosabb a közlekedés. Most már szinte minden reggel fagypont alá esik a hőmérséklet, így egyre veszélyesebb nyári gumival közlekedni. Sok munkát ad a szakembereknek ez az időszak, jellemzően október közepétől indul meg a dömping a szervízpontokon. Látszik a foglalások számában is, és az időjárás is már indokolja a téli guminak a feltételeit. Ugye általában azt szoktuk mondani, meg azt szokták mondani a szakértők is, hogy 7 Celsius fok alatt már érdemes téli gumit használni a felhasználóknak. Ugye ezt nehéz most már sajnos időponthoz kötni, de általában október közepétől egyébként általában jönnek azok az időjárási körülmények, amikor ezek már indokoltak, és ez jól látszik a szervizénkibe is, tehát gyakorlatilag 2 hét előre tudunk most időpontot adni az átszerelésre. Bár Magyarországon a téli gumi használata továbbra sem kötelező, a csúszós nyári gumi könnyen balesethez vezet, így nem érdemes elmulasztani a cserét. Ma már sokan használnak úgynevezett 4 évszakos abroncsot, ami a hideg időjárásra tökéletesen alkalmas, a szélsőséges viszonyokat azonban nehezebben kezeli. Átszereléskor egyébként a szakértők mind a nyári, mind a téli gumik állapotát megvizsgálják, ha pedig szükséges újra váltani, jelzik az autó tulajdonosnak. Ugye sokszor előfordul, hogy az abroncsnak az életkorát szokták vizsgálni, tehát gyakorlatilag ugye az abroncsnak van egy úgynevezett DOT száma, ami az abroncs gyártási időpontját jelöl, és nem pedig az életkorát. Ami azt jelenti, hogy ha egy abroncsot legyártunk, beteszünk egy ilyen raktárba, ahol zárt körülmények, napfénytől, széltől, mindenféle időjárási körülménytől védett az abroncs, akkor 3 évig friss gyártás az abroncs, 5 évig pedig új. És onnantól számít a 10 évig felhasználható. Magyarul a felszereléstől számítva 4-5 évig lehet egy abroncsot felhasználni. Az autók felkészítése egyébként nem kizárólag a téli gumik felszereléséről szól. A leghidegebb hónapok előtt fagyálló folyadékra kell cserélni a jármű hűtővizét, de az akkumulátor bevizsgáltatása, valamint többek között a világítás, a fűtés és a fékrendszer ellenőrzése is szükséges a biztonságos téli közlekedéshez.